Most egy megvallást fogunk tenni, mint ahogy mindig, Isten segítségével. Ezt a megvallást az 1 János 4. részéből vettük, a 7-től 11. és a 16. versből. Talán szívesen utána nézel, hogy a 4. rész 7. verséltől kezdve a rész végéig a szeretet szó, mint melléknév, főnév vagy ige, 28-szor fordul elő ezekben a versekben. Nem fogjuk mindegyiket idézni, de néhányat fogunk. Azt hiszem, ezt meg kell törölnöd, kedves, később megcsinálhatod. Ezt kívülről is el tudom mondani. Tudok olvasni kicsit, de nem olyan könnyű. Hol tartom most? Szeretteim, szeressük egymást. Szeretteim, szeressük egymást. Mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. És mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Köszönöm, hogy segítettél. Most megtörölheted, és visszaadhatod nekem. Sajnálom, de hajlamos vagyok az elérzékenyülésre. Ez nem szándékos, mert úgy neveltek, hogy ne legyek érzelmes. Ha valaha valakit a merev felső ajak iskolájában neveltek, az én voltam. Nem írom le az egész hátteremet, de katonai családból származom, és nevelőintézetekben nevelkedtem ebben az országban 9 és 25 éves korom között, és az érzelmeknek nagyon kevés helyük volt az életünkben. Családként jó családunk volt, de a szeretetről soha nem beszélgettünk. Az Úr Jézust 1941. júliusának utolsó csütörtök estején ismertem meg. Egy katonai barakban, az éjszaka közepén, drámai személyes találkozásom volt az Úr Jézus Krisztussal, ami teljesen és maradandóan megváltoztatta az életemet. Nem vagyok tökéletes, de más vagyok, mint mielőtt találkoztam Jézussal. 12 évvel később, 1953-ban, amikor egy kis gyülekezet pásztora voltam, Bayswaterben, Londonban, egy éjszaka, hajnali 2 órakor, az Úr felébresztett, és hallhatóan szólt hozzám. Ez volt az egyetlen eset az életemben, amikor valóságosan hallottam, hogy az Úr beszél hozzám, és egyetlen szót sem felejtettem el abból, amit akkor mondott. Idézek belőle egy keveset, de nem az egészet. Nem volt bevezetés, sem bemutatás, sem magyarázat. Egyszerűen ezt mondta. Nagy ébredés lesz az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. Azután beszélt nekem a saját szolgálatomról, amit nem fogok idézni, és ezekkel a szavakkal fejezte be. De a feltétel az engedelmesség a kis dolgokban és a nagy dolgokban. Mert a kis dolgok olyan nagyok, mint a nagy dolgok. Soha nem kételkedtem abban, hogy ezek Isten szavai voltak hozzám. Most már 40 év elmúlt, és az imaszobában, mielőtt bejöttünk, emlékeztettek Kálebre, és azt mondtam a testvérnek, aki emlékeztetett, hogy ez különösen helyén való volt, mert Káleb azt mondta, hogy 40 év elmúlt, de még be akarok menni az örökségembe. És ez az én szándékom is.
Hiszem, hogy Isten nagy ébredést fog küldeni. Nem fogja felébreszteni egész Nagy-Britanniát, de fel fogja ébreszteni a gyülekezetet Nagy-Britanniában. És ennek hatása lesz az egész nemzetre. Könnyű proféciát mondani az ébredésről. Hallottam egy vagy két olyan proféciát, amik vereséget hoztak. Mert ha csak azt mondjuk, hogy ébredés van, vagy ébredés lesz, az olyan érzést kelthet az emberekben, hogy hát nekem nem kell sokat tennem érte. De ez nem igaz. Hiszem, hogy lesz ébredés, amikor Isten népe teljesíti a feltételeket. Ez nem feltétel nélküli ígéret. És az üzenetekben, amiket remélem ezen a héten elmondok nektek, 7 témával kívánok foglalkozni, amelyekkel szembe kell néznünk, ha valóban számítunk az ébredésre. 1991 körül Isten szólt Ruthhoz és hozzám, és azt mondta, nem akarom, hogy bárhová elmenj, csak ahova én küldelek titeket. Azelőtt elfogadtunk meghívásokat, és mentünk. Mindig imádkoztunk, de Isten ekkor korlátozott minket, hogy csak oda menjünk, ahova ő küld minket. És hiszem, hogy ő küldött minket ide. Úgyhogy ma este az elsővel fogok foglalkozni a 7 területből. Nem fogok címet adni neki. Aki a felvételt készíti, azt kérte, hogy adjak egy címet, de a cím most nem lesz nyilvános. Hagyni fogom, hogy ti jöjjetek rá. Először is lapozzunk a Róma 8. része, 3.-4. verséhez. Róma 8, 3-4. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván a bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Ha jól értem, Pál azt mondja, hogy Isten soha nem várta el, hogy Mózes törvényének a megtartása által érjük el a megigazulást. Mózes törvénye tökéletes volt, Isten adta. A hiba nem a törvényben volt, hanem bennünk. De mivel nem igazolhattunk meg a törvény megtartása által, Isten készített egy másik utat. Jézusnak a kereszten történt helyettesítő áldozata által. Úgy hiszem, hogy Jézus volt az egyetlen zsidó, aki valaha tökéletesen betartotta a mózesi törvényt. És végül az életét adta, engesztelésül mindazok bűneiért, akik megszegték a törvényt, és azok bűneiért, akik soha nem voltak a törvény alatt. Úgyhogy nem úgy igazolunk meg, hogy engedelmeskedünk Mózes törvényének. Meg tudod köszönni ezt Istennek? Mivel Mózes törvénye elég nehéz volt. Isten mégis azt mondja, hogy meg lehet tartani, de senki nem tette meg. Akkor mi a másik lehetőség? Ez az a kérdés, amit ma fel akarok hozni. Mi a másik lehetőség? Ha nem kell megtartanunk a Mózes törvényét, hogyan igazolhatunk meg Istennel? A rómaiakhoz írt levél témája a megigazulás. A Jób 9.2-ben Jób tanácstalanságában és nyomorúságában ezt a kérdést tette fel. Hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél? És Jobb barátai, ha hívhatjuk őket barátoknak, nevetségesnek tartották azt a gondolatot, hogy bárki is igaz lehetne Isten előtt. De sok száz évvel később Isten megadta az ő válaszát. Hogyan lehet az ember igaz Istennél? A választ a rómaiakhoz írt levélben találjuk. Az Isten igazságát, amit hitből hitbe jelent ki, a rómaiakhoz írt levél írja le, és teljesen kifejti. Tehát Isten azt mondja, nem kell megtartanod a törvényt, hanem, Pál azt mondja, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk,
akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Nem elvárás, hogy megtartsuk a törvényt, de az igen, hogy teljesítsük a törvény igazságos elvárásait. A görög szó a dikaoma. A görög szó az igazságra a dikaoszüné. Tehát a dikaoszüné igazság egyfajta általános fogalom. A dikaoma a konkrét megvalósítása. Ugyanezt a szót használja a Jelenések 19 is, ahol azt mondja, hogy a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Tehát amiről beszélünk, az az igazság akcióban, az igazság véghezvitele, az igazság a gyakorlatban. És ezt meg kell tartanunk. Hadd olvassam el még egyszer. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Ez felvet egy alapvető kérdést minden keresztény számára, azt, hogy mi a törvény igazsága. Mit kell beteljesítenünk? Nem kell megtartanunk a Mózes törvényét, de meg kell tartanunk a törvény igaz elvárását. Az üzenetem témája egyszerűen a válasz erre a kérdésre, hogy mi a törvény igaz elvárása. Én eléggé egyszerűen gondolkodom ahhoz, hogy elhiggyem, hogy a válasz egy hétbetűs szó. Hányan tudjátok a szót? Szeretet. Úgy van. A szeretet a törvény igaz elvárása. Ezt meg kell tartanunk. Nem kell megtartanunk Mózes egész törvényét, de követelmény, hogy megtartsuk a törvény igaz elvárását. Hadd mutassak néhány igét, amik megerősítik azt, amit mondtam. Lapozzunk először a Máté 22. része, 35-től kezdődő részéhez. Ez egy beszélgetés Jézus és a Mózes törvényének tanítója között. És megkérdezte őt közülük egy törvénytudó, vagy tanító, kísértvén őt, és mondván, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta neki, Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Figyeld meg, hogy Jézus nem kertelt, nem tett engedményeket, teljesen tisztán beszélt. A két nagy parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Azután így folytatta, e két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. A törvény és a proféták azt jelenti, amit mi ma Ószövetségnek hívunk. Képzeljük el, hogy le akarnám venni az akómat, amit nem akarok, és fel akarnám akasztani valahova egy akasztóra. Egy valami világos, hogy az akasztónak ott kell lennie, mielőtt ráakasztanám az akót. Jézus azt mondta, hogy ezen a két parancsolaton függ az egész törvény és a proféták. Az eredeti parancsolatok a törvény és a proféták előtt azok voltak, hogy szeressük Istent, és szeressük a fele barátunkat, mint önmagunkat. Azután a Róma 13. részében, 8-tól 10. versben, Pál ezt írja. Senkinek semmivel ne tartozzatok. Most nem erről fogok prédikálni, de ez egy nagy igényeket támasztó kijelentés, nem? Ne tartozz senkinek semmivel. Ne legyen adósságod. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, hamis tanúk bizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat.
A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátod. Annak okáért a törvény betöltése a szeretet. A szeretet a törvény igazságos elvárása. Azután egy lépéssel tovább választhatnánk sok mást is, de a Galata 5.14-ben Pál ezt mondja, mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Figyeljük meg, hogy az egész törvény egy szóban teljesedik be. Mi az a szó? Nem hallottam. Mondd újra. Ez jobb. A János 13-ban Jézus úgy mondanám, a tanítását az előtte lévőkre, Mózes törvényére és az Ószövetségre vonatkoztatta. És a János 13:34-35-ben Jézus ezt mondta a tanítványainak, új parancsolatot adok nektek. Mózes 10 parancsolatot adott nekik, plusz egy egész sor szabályozást. A mai judaizmusnak 613 parancsolata van, ha tudni szeretnétek. Jézus ezt mondta, én csak egy parancsolatot adok nektek. Ez minden. Ha ezt teljesítitek, ez minden, amit kérek. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Mi a parancsolat? Hogy szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett minket. Azután így folytatja, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Egy dolgot szeretek a Good News Crusade-ben, hogy erőteljes látásuk van az evangelizációról. Én is osztozom ebben a látásban. Sokféle módon evangelizáltam sok helyen és sok embernek. De egy dolgot látok. Egy evangélista és egyetlen evangelizáció sem fogja elérni az egész emberi fajt. Csak egy dolog fogja elérni az egész emberi fajt. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ez az a bizonyságtétel, ami el fogja érni az egész világot, a keresztények szeretete egymás iránt. Ezután szeretnék az egyik kedvenc igémhez lapozni, amit nem idéznek gyakran, az 1 Timóteus első rész, 5.-6. verse. 1 Timóteus 1.5-6. A parancsolat vége pedig a tiszta szívből, jó lelki ismeretből és igaz hitből való szeretet, melyektől némelyek eltévejedvén hiába való beszédre hajlottak. Tehát Pál azt mondja, hogy a parancsolat, akár Mózes törvényét vesszük, akár azt a parancsolatot, amit Jézus adott, a parancsolat célja egy szóban van összefoglalva. Szeretet. És ennek a fajta szeretetnek három feltétele van. Tiszta szív, jó lelki ismeret és igaz hit. Szeretem ennek a versnek az új amerikai standard fordítását. Ezt mondja, a tanításunk célja a szeretet. Amikor ezt először olvastam, meg kellett állnom gondolkodni. Prédikátor voltam, ki tudja mennyi ideje, talán 50 éve, legalább. Megkérdeztem magamtól, mi volt a tanításom célja? Mit igyekeztem létrehozni az emberekben, akik hallgattak engem? Azt kellett mondanom, hogyha szeretet volt, akkor sokszor kudarcot vallottam. Te, aki prédikátor, tanító, vasárnapi iskolai tanító, vagy bármilyen módon aktív vagy a szolgálatban, ezt kérdezem tőled. Mi a tanításod célja? Mit akarsz létrehozni az emberekben, akik téged hallgatnak? Ha pásztor vagy, mit akarsz létrehozni a gyülekezetedben? Mert ha nem akarsz szeretetet létrehozni, Pál azt mondja, hogy minden egyéb csak hiába való beszéd. Ez
Ez nagyon szívbetekintő gondolat. Úgy sejtem, hogy manapság sok keresztény munka rosszul van célozva, mert nem arra van beállítva, aminek a célunknak kell lennie. És még ha be is van állítva, sokszor elvéti a célt. Ha olyan emberekkel beszélnél ebben az országban, akik nem keresztények, és megkérdeznék, hogyan viselkednek egymással azok az emberek, akik kereszténynek nevezik magukat. Nagyon kevesen felélnének úgy, nagyon kevesen, hogy szeretik egymást. A nem megtértek sok tekintetben jobban figyelnek, mint a megtértek. Mi hozzászoktunk egyfajta vallásos viselkedéshez, amit kereszténységnek nevezünk, és magától értetődőnek vesszük, hogy ez a helyes. Mindent így kell csinálni, így csinálják az emberek, hogy is lehetne másképpen. Azt szeretném mondani, és elsősorban önmagamnak, mint prédikátornak mondom, ha nem hozok létre szeretetet az emberekben, akik hallgatják a tanításomat, a kazettáimat, olvassák a könyveimet, bármi is legyen az, az mind csak haszontalan beszéd, hiába való fejtegetés, üres szavak, elvesztegetett idő. Azt hiszem, ez meghökkentő gondolat. Mennyi időt vesztegetnek el a gyülekezetekben? Mert nem hozzák létre az egyetlen dolgot, amit elvárnak tőlünk. A törvény igaz elvárását egy szó foglalja össze, a szeretet. Az 1 Péter 1-ben Péter elmondja nekünk, mi az újjászületés legfőbb bizonyítéka. Sokan vagytok itt ma este, akik azt állítjátok, hogy újjászülettetek. Be kell vallanom, hogy szinte belefáradtam az újjászületés szó hallgatásába. Az állampolgárságaim egy brit és egy amerikai. Van egy harmadik is a mennyben. De az elmúlt mintegy 30 évben, nem mindegyikben, az Egyesült Államokban éltem. Gyakran állítják, hogy 40 millió újjászületett keresztény él Amerikában. Az én válaszom az, hogy hol vannak, és mit csinálnak. Mert az ország hihetetlenül gyorsan megy lefelé. Azt hiszem, hogy az újjászületett szó egyfajta közhely lett, amit olyan emberek használnak, akik tiszteletre méltóak akarnak lenni, de nem akarják megváltoztatni az életmódjukat, nem akarnak radikális átalakuláson átmenni, de azt akarják gondolni magukról, hogy jó emberek, akik a mennybe tartanak. De Péter ezt mondja az újjászületésről. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg a Szent Szellem által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újjászülettetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Mi a bizonyíték annak, hogy újjászülettél egy szóval? Nem hallom. Köszönöm. Péter azt mondja, hogy nem tudnátok úgy szeretni, ahogy szerettek, ha újjászülettetek volna. De ez még nem elég. Azt mondja, hogy menjetek és tisztítsátok meg a szíveteket, amíg nem szeretitek egymást tiszta szívből buzgón. És ez közvetlen kapcsolatban áll az újjászületéssel. Sok tanítás az újjászületéssel teljesen célt téveszt, és becsapja az embereket. Attól tartok, hogy sok jó szándékú ember azt hiszi, hogy a mennybe fog jutni, de csalódni fog. Egyfajta útlevélként használják az újjászületett kifejezést. Az üdvösség vagy a megtérés több egy címke lecserélésénél. Azelőtt a gyülekezetben ültél, és rajtad volt a bűnös címke. Most ott ülsz, és rajtad van a megtért vagy újjászületett címke. A megtérés nem csak annyi, hogy előre mész egy gyülekezetben, kezet rázzol a pásztorral,
Előre mész egy evangelizáción, kitöltesz egy döntéshozó kártyát, vagy átmész valami vallásos mutatványon. Az üdvösség teljes élet átalakulás, ami átvisz téged a sötétségből a világosságba, és már nem vagy a sátán szolgája, hanem Isten szolgája vagy. Ha van olyan igazság ma, amit hangsúlyozni kell Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, és más olyan országokban, amelyeknek régi a keresztény örökségük, az az, hogy a megtérés nem az, aminek sokan nevezik azt. És néhányan ma este, akik itt vagytok, azt mondjátok, hogy megtértetek, és őszintén nem tértetek meg. Kissé vallásosak vagytok, egy kicsit jobbak, mint némely fele barátotok, de a kapcsolatotok Istennel nagyon bizonytalan és ingatag. Azután az 1 János 4-ben, a szakaszban, amit Ruth-tal idéztünk, ott áll a bizonyíték, hogy valaki ismeri-e Istent. Csak 2 verset olvasunk, a 7-est és a 8-ast. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Ha ennek a kijelentésnek a mélyére hatolunk, ez figyelemre méltó, mert azt jelenti, hogy van egy olyan fajta szeretet, ami nem lehet a miénk, amíg újjá nem születünk. Csak az, aki lehet ez a fajta szeretet, akik újjá születtek. Ha csak olyan fajta szereteted van, mint amit a világban is ismernek, akkor nincs bizonyíték arra, hogy újjá születtél. És János így folytatja, aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Mi a bizonyíték arra, hogy ismered Istent? Egy szóval? Nem hallottam. Úgy van. Sok embert ismerek, és sok emberrel foglalkozom különböző hátterekből, felekezetekből és nemzetekből. Azt mondanám, hogy ha megtértek, akkor az egy idegen által történt. Hadd mondjak egy kis példát. Egy folyóban vagy, és már harmadszor merülsz el. Valaki beugrik a vízbe a partról, kiment téged, a partra von, vizesen, csöpögő ruhában beültet egy gyönyörűen kárpitozott autóba, elvisz az otthonába, új ruhát ad rád, gondoskodik rólad, majd azt mondja, azt mondja, mostantól legyünk barátok. Tudod, hol lakom? Itt van a telefonszámom. Bármikor felhívhatsz. Látogass meg. És ez az ember soha nem megy vissza ahhoz, aki megmentette őt a fulladástól. Azt mondom, hogy megtért egy idegen által, de soha nem ismerte meg azt, aki megmentette. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent. Lehet, hogy sok igét ismersz, lehet, hogy sok vallásos elméleted, lehetsz egy gyülekezet tagja, de ha nem szeretsz, akkor nem ismered Istent. És ezért sokkal szegényebb vagy. Mert ha van olyan személy, akit igazán érdemes megismerni, az Isten. Most térjünk át a hit és a cselekedetek kapcsolatára. Jakab leveléhez lapozunk. Egyesek azt hiszik, hogy ellentmondás volt Jakab és Pál között. Én nem. Szerintem ők ugyanannak az igazságnak két szemben álló oldaláról beszéltek. Mielőtt megtértem, hivatásos filozófus voltam, és a témám a logika volt. Szeretnék egy rövid személyes bizonyságot tenni. A leglogikusabb könyv, amit valaha is olvastam, a Biblia. A leglogikusabb könyv a Bibliában a Rómaiakhoz írt levél. A logikája teljesen hibátlan. Nincs benne következetlenség. Hibátlan elejétől a végéig. Nézzük meg a Jakab 2.26-ot. Mert amiképpen halott a test lélek nélkül, aképpen halott a hit is cselekedetek nélkül.
Tehát Jakab azt mondja, hogy mondhatod azt, hogy van hited, de ha nem nyilvánul meg ez abban, amit teszel, akkor az halott hit. Mondhatod valakinek, melegedj meg és egyél, érezd jól magad, de ha nem hozol áldozatot és nem adod meg neki, amire szüksége van, akkor ezek csak üres szavak. Jakab azt mondja, hogy a hit egyszerű kimondása nem elég. Nem azt mondja, hogy rossz, hanem azt, hogy nem elég. Meg kell mutatkozni abban, amit teszel, amit a Biblia cselekedeteknek nevez. Hogyan fejeződik ki a hit cselekedetekben? Mi a bibliai módja annak, hogy kifejezzük a hitünket cselekedetekkel? Van egy ige, menjünk vissza a Galata levélhez, ami az egyik kedvenc levelem. Galaták 5. rész, 6. vers. Hadd mondjam el, hogy ha soha nem döbbentél még meg azon, amit a Bibliában olvastál, akkor soha nem olvastad még a Bibliát, mert ez egy megdöbbentő könyv. És a vallásos emberek számára a legmegdöbbentőbb. Azt hiszem, Mark Twain mondta, nem azok az igék zavarnak, amiket nem értek, hanem azok, amiket értek. Galaták 5-6. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmételkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Hogyan munkálkodik a hit? Nem hallottam. Köszönöm. Tehát, ha van hitünk, de nem munkálkodik szeretet által, akkor milyen fajta hitünk van? Halott hitünk. A hit cselekedetek nélkül halott. A hit szeretet által munkálkodik. Tehát a hit szeretet nélkül halott. Mered ezt utánam mondani? A hit szeretet nélkül halott. Most fordulj meg, és mondd a jobb vagy baloldali szomszédodnak. A hit szeretet nélkül halott. Nagyon jelentős és nagy horderejű kijelentést mondtatok. Nem tudjátok, mibe léptetek. Mert ez azt jelenti, hogy lehet a legaprólékosabb részletekig pontos, tételszerű hited, lehet pont minden ín, és át lehet húzva minden téd, mégis a hited teljesen halott lehet, ha nem fejeződik ki szeretetben. A probléma az, és ez csak az én egyéni megfigyelésem, a gyülekezeti tevékenység nagy részében ma nem is cél, hogy szeretetet hozzon létre. A céljuk az, hogy megállapítsanak bizonyos tanításbeli igazságokat, vagy kommentálják a politikai helyzetet, vagy a közel-keleti helyzetet. Ezt már sokszor mondtam embereknek. Ha semmire nem célzol, az biztosan eltalálod. Nem akarok kritikusnak tűnni, de én brit vagyok, vagyis ebben az országban nőttem fel, itt kereszteltek, meg is konfirmáltam, és talán meglepődsz, ha megtudod, hogy Ruth-szal anglikán gyülekezetet látogatunk minden héten Jeruzsálemben, és szeretjük. Én sok éven át lázadtam az anglikán egyház ellen, sok kellemetlen dolgot mondtam róla tapasztalatból. Nem voltak tévesek, de kellemetlenek voltak. Azt hiszem, Isten nem engedte meg, hogy úgy fejezzem be a pályafutásomat, hogy nem jövök rendbe az anglikán egyházzal. Mára minden panaszomat letettem, minden kritikámat. Már nem vesződöm velük. Könnyű kritizálni az egyházat. Nem kell okosnak lenni hozzá. De megváltoztatni az egyházat, az feladat. Tehát a hit szeretet nélkül halott. Hadd mutassak nektek valamit, pünkösdieknek, karizmatikusoknak.
akik, mint én is, nyelveken szóltok, és hisztek a szellemi ajándékokban. Régen nem tudtam, hogy lehet valaki keresztény nyelveken szólás nélkül is, mert amikor én megtértem, nyelveken szóltam. Sokáig tartott, míg rájöttem, hogy másfajta keresztény is van. És hidd el, ha van valaki itt, aki hisz a nyelveken szólásban, és a szellemi ajándékokban, én olyan vagyok. De figyeljük, mit mond Pál az 1 Korintus 13.1.3-ban. Első három vers. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is. Ez meghökkentő. Gondoltál már arra, hogy talán nem emberi nyelven szólsz, hanem az angyalok nyelvén? Amikor az észak-afrikai sivatagokban voltam, miután találkoztam az Úrral, nem volt keresztény közösségem. Az Úrral kellett közösségben lennem, és nagyon sokat imádkoztam nyelveken. Megfigyeltem, hogy olyan nyelvet használtam, amiben sok az S hang, és arra gondoltam, vajon angyali nyelv-e. Nem tudom, de legalább tökéletes lehetséges az ige szerint, nem csak emberek, hanem angyalok nyelvén is szólni. De Pál azt mondja, hogy még ha ezt tesszük is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Csak üres hang vagyok szeretet nélkül. Valaki megkérdezte, hogy lehet-e helytelenül használni a Szent Szellem ajándékait. A válasz a leghatározottabb igen. Minden szeretet nélküli használat, helytelen használat. Pál így folytatja, és ha profétálni tudok is, ez nagyon népszerű manapság. És minden titkot és minden tudományt ismerek is. Megvan nálam a bölcsesség beszéde és az ismeret beszéde. És ha egész hitem van is, ami szintén nagyon népszerű manapság, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Könnyen gondolhatjuk úgy, hogy ez más emberekre vonatkozik, de miért ne néznénk meg, hogy vonatkozik-e ránk? Azután így folytatja, és ha vagyonomat mind felétetem is, és ha a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Erre gondoltam, vannak szolgálók, akik másoknak hasznára voltak, de nekik nem volt hasznuk belőle. Segíthetsz másoknak, de te nem jársz jól szeretet nélkül. És azután, a következő részben, a 14-ben, Pál ezt mondja, törekedjetek a szeretetre, kívánjátok a szellemi ajándékokat. Tehát Pál nincs a szellemi ajándékok ellen, de azt mondja, hogy tegyük rendbe az értékrendünket. A legfontosabb nem a szellemi ajándékok, hanem a szeretet. Azt hiszem, aki nemrégen lefordította az Új Szövetséget, előtte. Nem számít. J.B. Phillips. Köszönöm. Általában itt van a feleségem az első sorban. Ezt úgy fordította, hogy tedd a szeretetet a céloddá. Azt hiszem, ez jó fordítás. Tedd a szeretetet a céloddá. Azt szeretném mondani, hogy amíg itt vagy ebben a táborban ezen a héten, ami el van különítve, megteszed ezt? Céloddá teszed a szeretetet? Ha megteszed, máshogy fogsz elmenni innen, mint ahogy jöttél. Én a szeretetet a célommá akarom tenni. Két fő módja van annak, ahogy Isten nekünk adja a szeretetét. Csak megemlítem őket anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Az első a Szent Szellem által. A Róma 5. rész, 5. verse, ezt mondja. Az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe, a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Tehát a Szent Szellem kitölti Isten szeretetét a szívünkbe. Nem hiszem, hogy lenne korlátozás Isten részéről. Ő csak kitölti a szeretetét. A korlátozás a mi oldalunk van, mennyit fogadunk be. Én élveztem ezt az élményt. Az Isten szeretete kitöltetett a szívembe, a Szent Szellemben.
Csak egy rövid példát mondok. Amikor katonaként szolgáltam Észak-Afrikában, miután megismertem az Urat, egy nagyon kopár, sivár zugba kerültem, ami ma Szudán. Mielőtt a végcélhoz elértem, ami egy kis katonai kórház volt a Vöröstengeri hegyekben, néhány hétig visszatartottak engem a brit hadsereg által fogadóállomásnak nevezett helyen. És katonaként 3 év után először nem kellett az alsó neműmben aludnom, mert a fogadóállomás el volt látva 3 ágyjal, hálóruhákkal, és mindennel, amivel kényelembe tehettem magam. Nem voltak betegeim, úgy gondoltam, miért ne élvezhetném az ágyat, amiben nem alszanak, és viselhetnék hálóruhát az alsó neműm helyett, amiben aludtam azelőtt. Egyik éjszaka elkezdtem imádkozni a szudáni emberekért, különösen egy törzsért, amit úgy hívtak, hogy Hundondeva. Nem vonzó emberek. Harcosok, agresszívek. Egész életükben nem ismertek más vallást, mint az iszlámot. Az volt a szokásuk, hogy a hajukat birkazsírral fixálták, úgyhogy az mintegy 20 centi magasan állt a fejük fölött. Egyáltalán nem mondtad volna vonzónak, vagy megnyerőnek őket. De amikor este elkezdtem imádkozni, Isten kitöltötte a szeretetét a szívembe azokért az emberekért. Nem is tudtam az ágyban feküdni. Fel kellett kelnem, és fel le sétálnom a szobában. És kiöntöttem a szívem ezekért az emberekért, akiket nem ismertem, és akiket egyáltalán nem volt természetes okom, hogy szeressek. Ha mondhatom ezt, és remélem nem érted félre, ahogy ezt csináltam a sötétben, megláttam, hogy a hálóruhám csillogott. Természet feletti módon kivilágosodtam. Felsejlett bennem, hogy valahogy azonosultam Jézussal, a nagy közbenjáróval, néhány rövid pillanatra. Később abban a kiváltságban volt részem, hogy az Úrhoz vezethettem abból a törzsből az első embert, aki valaha megváltónak vallotta Jézus Krisztust. Ezt azért mondom, mert kismértékben megértem, mit jelent, amikor azt mondja, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. De azt szeretném mondani, hogy azután az élmény után még mindig nagyon tökéletlen, éretlen keresztény voltam. Lehet, hogy nem hiszed, de gyakran ingerlékeny, önző, önközpontú, érzéketlen voltam, és könnyen mérges lettem, mindazok után. Nem kicsinylem le azt az élményt, de szeretnék rámutatni, hogy több kell a jellemed megváltoztatásához. És Istennek van egy másik eszköze, hogy megtegye. Az ő igéje. Nem csak a szellem, hanem az ige és a szellem együttműködve. Ami Isten módszere volt a teremtés óta. Ha elolvasod az 1 Mózes 1.2-t, az Isten szelleme lebegett a vizek felett. Az 1 Mózes 1.3-ban Isten mondta. És amikor az ige és a szellem összefogtak, megtörtént a teremtés, és így cselekszik Isten az életünkben, az ige és a szellem összefogása által. Nézzük meg, mit mond Isten az igéről. 1 János 2.5. Aki pedig megtartja az ő, vagyis Isten beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Tehát hogyan jött teljességre bennünk az Isten szeretete? Mi által? Az ő igéjének a megtartása által. Nem csak a szellem egyedül, nem csak az ige egyedül,
hanem a szellem együtt működik az igével. Szeretném elmondani nektek az egyik kedvenc igémet, ahogy közeledünk a befejezéshez. Hiszem, hogy van fejlődés a keresztény életben, a jellem felépítése, a csúcs, a szeretet. De 6 lépés vezet oda. A szeretet a 7. lépés. Ha előtted van a Bibliád, lapozza a 2. Péter első rész 5. vershez. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a hitetek mellé ragasszatok erényt. A keresztény életben mindennek a hit az alapja. De azt mondja, hogy a jellem felépítésének 7 egymást követő szintjét kell hozzáadnunk. Az első az erény. Jobban szeretem kiválóságnak fordítani, mert ez egy átfogó szó sok jelentéssel. Például egy ló erénye, ha gyorsan fut. Mindig szeretem hangsúlyozni, hogy a megtérésed első bizonyítéka az, hogy kiválóvá leszel. Ha tanár voltál a megtérésed előtt, akkor kiváló tanárrá kell válnod. Ha buszsofőr voltál, akkor kiváló buszsofőrré kell lenned. Ha orvos vagy fogász voltál, akkor is kiválóvá kell lenned. A kiválóságnak jellemeznie kell a keresztényeket. Az első, amit hozzáadunk, a kiválóság. A kiválósághoz ismeret. Nem hiszem, hogy ez tudományos vagy intellektuális ismeretet jelent elsősorban, hanem Istennek az ő igéje által kinyilatkoztatott akaratának az ismeretét. Szükségünk van erre az ismeretre, az előrehaladáshoz. Az ismerethez pedig, 6. vers, hogyha követed, önuralmat. Erről az erényről nagyon keveset beszélnek a mai kereszténységben. De ha nem adunk hozzá önuralmat, akkor soha nem jutunk előre. Mert mindig, amikor előre kellene haladni, elveszted az uralmat magad fölött. Elveszíted a nyugalmadat, veszítesz a kívánságokkal szemben, engedsz a túlzott vágyaidnak, engedsz olyan dolgoknak, mint a depresszió és a hitetlenség, és ez megállítja a haladásodat. Az önuralom nélkülözhetetlen lépés a teljes folyamatban. Azután ezt mondja, az önuralomhoz adj tűrést vagy állhatatosságot. És ez is lényeges. Mert az érési folyamatban lesznek próbák, megpróbáltatások és akadályok. És ha nem szerzed meg az állhatatosságot, akkor fel fogod adni. És ha feladod, akkor abban marad a haladásod. Van egy ige Jakabnál, amit Ruth-szal gyakran elmondunk, de egyszer nagyon megítélte Ruth-t, mert komolyan küzdött az egészségéért. És mindig, amikor egy dolog jobb lett, valami más rosszabb lett. Azután ezt olvasta a Jakab első részében. Teljes örömnek tartsátok, mikor különféle megpróbáltatásokba estek. A Szent Szellem megítélte őt. Vétkezel. Nem engedelmeskedsz Isten igéjének. Nem tartod teljes örömnek. Azután így folytatja. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, mikor különféle megpróbáltatásokba estek, tudván, hogy a ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Tökéletes és ép akarsz lenni minden fogyatkozás nélkül? Akkor ki kell fejlesztened a kitartást, nincs más módja. Különben, amikor Isten belehelyez egy folyamatba, amit arra tervezett, hogy tökéletessé és éppé tegyen, feladod, és leáll a folyamat. Ez a két dolog, az önuralom és a kitartás, amit én úgy hívok, hogy az üvegnyaka. Ha nem jutsz át rajtuk, akkor nem tudsz tovább haladni. Tehát az önuralom után eljutunk az igazán jókhoz. A tűrés mellé pedig kegyességet. Az én definícióm a kegyességre,
a Szent Szellem által uralt vérmérséklet. Minden reakciódat és válaszodat a Szent Szellem uralja. A kegyes ember jele az, hogy amikor belép a szobába, Isten is belép vele. Magával hordja Isten jelenlétét. Ez a kegyesség. Van még kettő, még csak az ötödiknél tartunk. A hatodik, a testvéri szeretet. Ez azt jelenti, hogy szereted a hívő társaidat. Néhányan nem jutottak el a hatodik szintre. Meg kell vallanom, hogy nem könnyű minden keresztényt mindig szeretni. Azt hiszem, valószínűleg én is ilyen vagyok. Emberek évekkel később odajöttek hozzám, és azt mondták, Prince testvér, meg kell bocsátanom neked. Mások azt mondták, sokat változtál. Megértettem, mire gondoltak. El kellett ismernem, hogy igaz volt. De a testvéri szeretet nem a vég. Van még egy. A hétbetűs szó. Szeretet. Ez görögül. Agapé. Ez azt a szeretetet jelenti, amely szereti az ellenségeidet, ami szereti azokat, akik üldöznek téged, azokat az embereket jelenti, akik nem értenek meg téged, szereti azokat, akik mások, mint te. Ez a keresztény élet csúcsa. Ez a tetőpont. De van egy folyamat. És két eszköz, akiket Isten használ. A Szent Szellem, és neked is meglehetnek ezek a dicsőséges szellem élményeid. Olyan misszionáriusok életrajzát és másokét olvastam, akiknek dicsőséges szellem élményeik voltak. Hudson Taylorre gondolok, akinek az életéről mostanában olvastam, de még a dicsőséges élménye után is, amikor betelt Isten szeretetével, sok személyes problémája volt, és nem volt mindig könnyű együtt élni vele. Isten nagy embere. De végig kell mennünk a folyamaton. Senki sem kivétel. Nem juthatsz oda máshogy, csak Isten kijelölt útján. Mondjuk el még egyszer. A hitedhez adj kiválóságot. A kiválósághoz ismeretet. Az ismerethez adj önuralmat. Az önuralomhoz adj tűrést vagy álhatatosságot. A tűréshez adj kegyességet. A kegyességhez adj testvéri szeretetet. Szeretetet a hívő társaid iránt. A testvéri szerethez pedig adj szeretetet. Ami engem illet, ez a csúcs, ez a cél. Ez a végcélja minden szellemmel telt hívőnek. Van egy kívánságom erre a táborra, vagy látásom mindnyájunknak. Mindnyájunknak. Azt mondhatom, hogy ebben a pillanatban mindnyájatokat szeretlek. Nem ismerlek, de itt van Isten szeretete a szívemben, érted, ebben a pillanatban. Az imám, és ezt szeretném Don Double és a csapata alá vetni, az imám az, hogy valahogy Isten szeretete ki legyen töltve ránk a hét során. Hogy senki ne menjen el anélkül, hogy megváltozna. Imádkozom, hogy a szeretet forrása nyíljon meg ebben a táborban, ami kiárad a hét végéig, kis erecskékben, amelyek elérik Nagy-Britannia minden részét a ti életetekben. Tudsz áment mondani erre? Jó. Most szeretnék megvallást tenni, mert tapasztalatból megtanultam, hogy a meg nem vallott bűn akadály Isten áldása előtt. Vannak más akadályok is, de ez az első számú és a legsúlyosabb és a leggyakoribb. Látod, sok keresztény nem látja, hogy Isten azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. De van ott egy ha. És talán máshogy olvasod a Bibliát, mint én, de nem látom, hogy Isten valaha elkötelezte volna magát arra, hogy megbocsásson olyan bűnt, amit nem vallottak meg.
Úgyhogy ha azt akarjuk, hogy a bűneink meg legyenek bocsátva, mit kell tennünk? Mit kell tennünk? Megvallani. Biztos vagy benne? Készen vagy rá? Lehet, hogy vájdalmas lesz. Lehet, hogy a hét felébe is telik, mire a végükre érsz. Figyelj, ne kezd el elemezni magad. Ne vájkálj magadban, mert minél mélyebbre ásol, annál rosszabbul fogod érezni magad. Hadd csinálja a Szent Szellem. Jézus azt mondta az egyik evangéliumban, ha én az Isten szellemével űzöm ki a démonokat, és egy másik evangéliumban azt mondta, ha én Isten ujjával űzöm ki a démonokat. Tehát mi az Isten ujja? A Szent Szellem. Hadd helyezze Isten az ő ujját az életed minden területére, amelyet meg kell vallanod. El szeretném mondani, miután ezt az üzenetet prédikáltam, meg kell vallanom, hogy nagyon sokszor nem szerettem úgy, ahogy kellett volna. Sokszor voltam kritikus, önigazult, ítélkező, énközpontú és érzéketlen. Amikor visszagondolok a gyerekekre, akiknek segítettem a felnevelésében, és Ruth-tal 12 gyermekért vagyunk felelősek, azt hiszem, leginkább az érzéketlenséget bánom. Egyetlen gyerek voltam, nem voltak testvéreim, egyedül nőttem fel, megtanultam a saját életemet élni. És évekbe telt, mire eljutottam arra a pontra, hogy egyáltalán érzékeljem, ha valaki más nem érzi jól magát. Azt is megtanultam, hogy amikor az emberek oda jönnek hozzám, és teológiai kérdéseket tesznek fel nekem, általában nem teológiai válaszokat várnak, hanem szeretetet, segítséget, vigasztalást. A teológiával csak azt mondják, segíts, szükségem van rá, hogy szeressenek. Meg akarom vallani ezt mindjártok előtt, mert arra akarom kérni Istent, hogy bocsásson meg nekem. Ha nem vallom, meg tudom, hogy nem fogja megbocsátani. Ha megvallom, hiszem, hogy megbocsátja. Most szeretnélek arra kérni titeket, ha megfelelőnek érzitek ma este, hogy azok, akik nem szerettünk annyira, amennyire kellett volna, hogy álljatok fel, valljátok meg magatokban Istennek, és kérjetek Isten bocsánatát. És azután kérjetek Istent, hogy töltse ki a szeretetét ránk egy új dimenzióban. Nem azt kérem, hogy másnak mondd el, hanem Istennek. De ha azt mondod ott ma este, Istenem, ha összehasonlítom az én szeretetemet a te szereteteddel és a korai gyülekezet szeretetével, akkor én csak egy üres edény vagyok. Don, hol vagy? Gyere, állj ide mellém. Elmondok egy imát. Ti áment mondtak, és azután folytassátok a saját imátokkal. Uram, meg akarjuk vallani előtted ma este, mint a te hívő népet, hogy elvétettünk téged, rosszul képviseltünk téged, rossz benyomást keltettünk a világban arról, hogy milyen emberek vagyunk. Nem ismertettük meg veled, hogy a te tanítványaid vagyunk, mert szeretjük egymást. Gyakran önigazultak, kritikusak, vádlók, és én központúak voltunk. Urunk, sok egyéb módon is elvétettünk téged, de ma este a szívünkhöz szóltál, és mi el akarjuk ismerni előtted, hogy kudarcot vallottunk. Vétkeztünk, megszegtük az első és legnagyobb parancsolatot, hogy szeressük az Urat, a mi Istenünket teljes szívünkből, lelkünkből és elménkből. Megszegtük a második parancsolatot, mert nem szeretjük a fele barátainkat, ahogy önmagunkat. Ma este csak azt tudjuk mondani, hogy sajnáljuk. Bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk. Változtasd meg a szívünket. Küldd el a te Szent Szellemedet, hogy megtegye bennünk és értünk, amit csak te tudsz megtenni. Ez a te imád. Ha egyetértesz vele, csak mondj áment. Amen.
És most, Uram, imádkozom a Te bocsánatod alapján, és mert megaláztok magunkat előtted, hogy töltsd ki a szeretetedet erre a táborra, ezen a héten, új mértékben, új fokon, hogy nyisd meg a szeretet forrását közöttünk, ami kiárad az emberek életében, akik itt vannak. Nagy-Britannia minden szegletében, ahol az emberek vágynak a szeretetre. Nem vallást akarnak, hanem szeretetet. És Te kiválasztottál minket, hogy a Te edényeid és a Te csatornáid legyünk. Ma este, Urunk, kezd el itt, ahol vagyunk. Kezd velünk, és tedd meg, amit meg kell tenni, hogy megváltoztass minket, kérünk. Jézus nevében. Amen.